A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorban Székesfehérvár zenei életének meghatározó személyiségeit hoztam el. Nyilvánvalóan mindenki, mindegyőjük ismerős az Önök számára is, de nagyon örülök, hogy például Ruf Tamás itt lehet velem újra, mert ő már volt ugyanebben a műsorban, de most újra van aktualitás, és Zemlényi Katica is itt van a műsorban, akivel viszont még nem beszélgettünk. Ugye akkor újra így, hogy bemutassalak is titeket, Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kamarakórus vezetője, karnagyja. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én is örülök nagyon. Már régóta vártam egyébként, hogy beszélgessünk. Egy nagyon-nagyon színes egyéniségnek tartalak, és szerintem az, hogy mondjuk csak egy-egy híradás kapcsán futunk össze, az olyan kevés, úgyhogy azért is szeretem azt, hogy ebben a műsorban hívhatok olyan vendégeket, akik azért valószínűleg érdekesek lehetnek mások számára, mert így akkor jobban van lehetőség megismerni, úgyhogy kíváncsiak vagyunk rád. Örülök. És itt van velünk Ruf Tamás is, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója, aki ugyan már, ahogy mondtam, voltál már ebben a műsorban, de mindig vannak aktualitások, amiről lehet beszélgetni. Rengeteg mindenben vagytok benne, azt látom, folyamatosan nyüzsgés, és hát ami miatt szintén itt vagy az, hogy ugye szerencsére újra megválasztottak a következő 3 évre, ha jól gondolom, igazgatónak. Következő 5 évre. Öt évre. Igen. Mert hogy nem 3 éve volt az, hogy igazgató lettél? De, csak... Csak az első etapban akkor 3 évre választják? Ugye ebben a szférában az egy bevett szokás, hogy 5 évre választanak vezetőket. Itt a város vezetése valamilyen okból úgy döntött, hogy egy 3 éves megbízással írja ki ezt a pályázatot, és ez a 3 év, most mások elmondását idézem, ez sikeresnek bizonyult, úgyhogy most már 5 évre írták ki a pályázatot, amit meg is nyertem. Uh-huh. Hát akkor szeretettel gratulálunk ehhez. Köszönöm ismét. Szépen. Szerintem az nem volt kérdés, vagy legalábbis számunkra, hogy ez a megbízatás ez marad, mert azért az elmúlt 3 évben azért látszik, hogy mi mindent letettél az asztalra, majd erről is fogunk egy picit beszélgetni. De mielőtt belemegyünk, felteszem ezt a szokásos kérdésemet, hogy nálatok mizu. Katica? Sok zu van, tehát hogy rengeteg minden van. A zene területén is, a Kórusok Országos Szövetsége területén is, a plébánián is, a kórusban is, úgyhogy igazából szinte ebben az időszakban csak kapkodom a fejemet a jó hírek és a különlegességek miatt. A két legfontosabb hír, ami most a kórus területén van, az egyik, hogy Zselenszky Tamással fogunk egy közös projektet csinálni. Aki nem tudná, ugye ő egy rockzenész, talán ez a legpontosabb megfogalmazás. Ez nagyon érdekes volt, hogy ő most 50 éves, és visszakerült Székesfehérvárra, és megkeresett engem, hogy alkossunk valamit közösen. Uh-huh. Most ez azért érdekes, mert mi már azért elmentünk az operett, az opera, a jazz, a pop felé, tavaly is az Omega koncerten énekeltünk, és hát ez meg egy különleges dolog, ami megragadott, hogy... És ráadásul ő arra kért, hogy ő ír egy zenét, és hogy segítsek neki a kórust oda beilleszteni, és ráadásul még egy kicsit komponálni is az ő szövegére, úgyhogy ez nagyon érdekes dolog, ez az egyik nagyon különleges dolog. A másik pedig az, hogy lesz egy masterclass a Magyar Zeneházában, amit a King Singers ének együttes tart, és minket beválasztottak a 6 kórus közé, akik mehetnek oda. Ráadásul tőlünk egy flashmobot is kértek. És ehhez a hírhez hozzátartozik, hagyd dicsekedjek vele, hogy a 3 kórusba, akikkel fog foglalkozni a King Singers, a Muzikolóra ének együttes is bekerült, Radics Éva vezetésével, úgyhogy sok mindenben fogunk majd ott is együttműködni, és hát ez egy nagyon nagy dolog számunkra, hogy mi ott részt vehetünk ezen a programon. De jó, gratulálok ehhez, és ezt jó hallani egyébként, Radics, nemrég itt volt nálunk, és
azt vettem észre, hogy ti is azért nagyon sokat közreműködtök, mint ahogy az előbb mondtad is, hogy azért, meg ugye kint is beszéltük már a műsor előtt, hogy olyan nagyon nyitottak vagytok ti mindenre, és hogy nagyon szerettek kooperálni egymással, akár itt most beszélhetünk a Tamásékról is, mert hogy mindenkivel itt a városban a művészeti téren próbál együttműködni, de hogy ti köztetek sosincs ilyen versengés egyébként, például ilyen kórusok mindig között? Mindig van, állandóan van, tehát hogy ne lenne? Tehát nyilván mindenki meg akarja mutatni, hogy ő a jobb, de hát azt, hogy különböző területeken dolgozunk. Olyannyira, hogy most május közepén lesz egy kórus találkozó, amire minden fehérvári kórust meghívtunk, ráadásul minősítéssel, tehát hogy egy zsűri lesz, és aki megmondja, hogy ki melyik kategóriába tartozik. És ilyenkor én mindig felhívom a helyi karnagy kollégákat, hogy szeretettel várom őket is, és a Radics Éváék is fognak jönni, most nem a muzikolórével, hanem a Sziszter kórussal. De nekem mindenképpen az a célom, hogy mi karnagyok és mi kórusuk dolgozzunk együtt. Tehát rivalizálásnak kell lenni, én azt gondolom. Aki azt mondja, hogy nincs, azt szerintem nem mond igazat, mert mindenki egy kicsit meg akarja mutatni, hogy ő mit tud. Viszont amikor zenekaros, nagy produkciók vannak, akkor nincs rivalizálás. Akkor az van, hogy az a 100 ember, vagy az a 60, vagy az a 40, mindegy mennyi, az együtt dolgozik, és együtt lélegzik, és a karmester intésére dolgozik. Tehát ott egyáltalán nincs, és meg kell, hogy mondjam, hogy mióta új felállása van a zenekarnak, azóta nincs ez. Tehát és én ennek nagyon örülök, hogy itt az emberi idézőjelbe vett problémák is szépen lassan kezdtek megoldódni. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Hát meg ugye vannak olyan események, amikor több kórus is szerepel ugye egy rendezvényen, és azért az is nagyon jó látni, hogy milyen színessé teszitek egyébként ezeket az eseményeket. Így van. Úgyhogy az például egy nagy öröm, amikor Fehérvár kvázi világi kórusai megjelennek, éppen abban az állapotukban, ahogy vannak, ugye tudjuk, hogy volt, ahol karnagyváltás van, tehát szinte újra kell építeni a dolgot. Ugye van az Albarigya vegyes kar, ahol Kneifel Imre azért nagyon-nagyon profin csinálja ezt, és nagyon igyekszik mindent jól betanítani. A muzikolóre, akik egy színes az egész városban, hát ez a nevük muzikolóre, tehát a zene színei, vagy a színek zenéi, mindegy, és hát mindenki valami mást hoz, és ettől lesz különleges. Tamás, nálatok Mizu? Nálunk Mizu? Hát koncert hátán, és ez jó. Ugye említetted rögtön a beköszönésnél, hogy rengeteg különböző zenei együttes van itt a városban, és hogy mindenki mindenkivel dolgozik, és hát ez rám is igaz. Tehát, hogy itt ugye sokszor szokták kérdezni, hogy most ugye itt szemlátomás civil ruhában ülök, és nem katonaként, de hát ugye az ember nem vetkőzheti le önmagát. Tehát, hogy szokták kérdezni, hogy most katona vagy zenész vagy színházi karmester vagy egy tanár vagy mi vagy, és én azt szoktam mondani, hogy én zenésznek érzem magam. És szeretek zenélni, és jó dolgokat létrehozni. És így rácsodálkozom mindig erre a városra, pedig nem régóta vagyok itt, én 2005 óta dirigálok itt a városban. Tehát egy röpke 20 év majd. Röpke, közeledik a 20 év egyébként, de másfél évtizede van annak, hogy ide is költöztünk. Ugye azt szoktam mondani, hogy mi Sukoron lakunk, de Fehérváron élünk. Reggeltől estig itt van az egész család Székesfehérváron, és ugye ezekhez a közösségekhez kötődünk. Gondolok itt nem csak a zenész közösségekre, hanem alapvetően hát ugye a gyerekek, ahogy nőnek, úgy hozzák magukkal az ő kis közösségeiket. Szóval, hogy rengeteg olyan dologra csodálkozom rá, és nap mint nap, hogy ez mennyire színes és mennyire jó tényleg. És nem egy ilyen elcsépelt közhelynek szánom. Hát mondok egy élő példát. A Covid nagyon sok rossz dolgot hozott az életünkbe. De hozott egy csomó jót is, ami előtte nem volt. És egy olyat mondok, amire nem gondolnátok, hogy a Covid miatt és egy iskola felújítás miatt egyébként pont az előbb említett Kneifel Imre az Albarigya vegyes karral egyszer megkeresett, hogy tudnának-e próbálni nálunk a szimfonikus zenekar székházában. És én mondtam, hogy persze, hát ez a terem,
itt vannak a székek, itt vannak a kotárványok, tessék, lehet. De ez egy átmeneti dolognak indult, és egy abszolút állandónak bizonyult. Jól érzik magukat nálunk, és működik. Nekem meg egy nagyon jó érzés, én nagyon sokat vagyok bent este, mindig estig dolgozom, ennek azért több oka is van. Az egyik ugye, hogy több munkát hosszabb idő alatt lehet ellátni. Valaki, mint a munkamániás lenne. A másik oka pedig, hogy azért én szeretek este dolgozni, mert akkor van csönd. Tehát, hogy a kollégák hazamennek, és akkor le lehet ülni nyugodtan, átgondolni, újra tervezni. Mondjuk jellemzően a hangszerelés például, az egy jellemzően alkotó munka, azt például mindig éjszaka csináltam régebben. Akkor még kevesebbet kellett aludnom, most már muszáj néha, de hogy akkor van csönd. És olyan jó érzés, hogy most ezt megcáfolva, hogy hallom Imréket próbálni, és ott vannak minden kedden és csütörtökön, és valahogy egy kicsit úgy aktív részese, vagy szemlélőjévé váltam ennek a dolognak, hogy ez milyen nagy dolog, hogy az emberek összejönnek a szabadidőjükben, és minden egyes alkalom az ott bent van a naptárban, és a kóruspróba az szent és sérthetetlen, és ugyanígy van Katicáéknál is, és a többi kórusban is, hogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy az emberek szeretnek énekelni, és ráhádozzák az idejüket, és nincs kérdés, tehát mindig ott vannak, és hogyha jó, van, amikor 12-en vannak, van, amikor meg 32-en, de Imre mindig ott van, mint hogy szerintem Katica is a sajátjukon, és aki ott van, azzal dolgozik, és rendíthetetlenül, szerintem ez fantasztikus. Gratulálok hozzá. Egyébként az elmúlt, hogy egy kicsit a munkádra is tereljük a szót, mert ugye most, hogy beszéltünk, igen, erről, hogy éjszakában nyúlóan is akár dolgozol, az elmúlt 3 évet milyennek látod így magad mögött, mint igazgató? Nagyon-nagyon sokat tanultam belőle. Amikor belevágtam ebbe 3 évvel ezelőtt, akkor, vagy tehát 3,5 éve vágtam bele egész pontosan, Covid kellős közepén, akkor azért sokan őrültnek tituláltak. Nem tudom, szabad ilyet mondani egy ilyen műsorban. Tehát ilyen műsorban szabad, igen. Hogyha kötetlenül beszélgetünk, ugye azt mondták, hogy meg vagy te őrülve, hát most akarsz egy kulturális intézményt vezetni, egy zenekart vezetni, akkor, amikor még zenélni se lehet. Ugye semmit nem lehetett erre, már annyira nem emlékszünk, de ott azért nagyon le volt zárva minden. És én mondtam, hogy igen, én hát most jött el az ideje, most van lehetőség, most kell csinálni, nem akkor kell csinálni, amikor nem lehet, vagy amikor nincs lehetőség. És én mindenkinek azt mondtam, hogy egyrészt érzek magamban még annyi erőt és vehemenciát, hogy belevágjak egy új dologba. Másrészt úgy érzem, hogy elég régóta vagyok jelen Székesfehérvár zenei életében. Nyilván nem annyira régóta, mint akik itt születtek és itt szocializálódtak, de hogy azért azt el lehet mondani, hogy én jól érzem magam itt. Nagyon sokan szeretnek velem dolgozni, és én szeretnék itt maradni. Tehát, hogy én ezzel a tudattal vágtam ebbe vele, hogy én hosszú távon úgy gondolom az életemet, persze nyilván nem mindig mi döntjük el, de hogy én szeretnék itt maradni. És hogy miért pont a zenekar? Mert hogy azt gondoltam, hogy én nagyon-nagyon sokféle területen dolgoztam azért a zeneiparban, hogyha szabad ilyet mondani. Tehát a katonazenekart is egy olyan megvilágításba helyeztem, ami azért újszerűnek mondható. A színházi karmesteri világban, a színházi világban én nagyon-nagyon sok művésszel ismerkedtem meg, és nagyon sokat tanultam belőle, nagyon hálás vagyok érte. Tehát azt gondolom, hogy szakmailag magáról a vezénylésről igazán sokat az éles helyzetek hozták, amikor, tehát nem az a kérdés, hogy tudunk-e így csinálni, hanem amikor mondjuk a színpadon valami váratlan történik, na azt meg tudjuk-e menteni, vagy tudjuk-e azt a 20-30-50 vagy adott esetben 100 embert közös irányba terelni, úgy, hogy azt a nézők ne vegyék észre. Én ezekből nagyon sokat tanultam, és nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy egyáltalán volt erre lehetőségem. És ugyanezt mondtam az igazgatásra is, hogy ez a zene, a zenének egy olyan érdekes és egy annyira különleges területe, hogy én ezt még szeretném megtanulni. Uh-huh. És nagyon sokat tanultam az elmúlt 3 évből a struktúrákról, magának a szimfonikus zenekarnak a
a zeneiparban, vagy a társadalmi beágyazottságon belüli helyéről, a városon belüli helyéről, a kapcsolatrendszeréről, szóval fantasztikus, és azt gondolom, hogy ez csak az útnak az eleje. Tehát, hogy most ez a három év nekem arra volt elég, hogy azt úgy meglássam, hogy egyrészt jó irányba indítottuk el ezt a közös munkát a zenekarral és a vezetőtársaimmal. Erről nagyon sok visszajelzés érkezett, hál' Istennek, és nem csak városi, hanem országos szinten is. Sok a pozitív visszajelzés. Másrészt látom, hogy mekkora óriási ez a tenger, amin nekünk evezni kell, és hát nagyon sok a feladat ezzel még, úgyhogy remélem, hogy a következő öt évben még előrébb tudunk jutni ebben, és hát sok, igazából, hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor nagyon sok szép jó koncertet szeretnénk csinálni. Uh-huh. Hát a múltkori adást, amikor három évvel ezelőtt itt jártál, ugye pont akkor neveztek ki igazgatónak, és egy kicsit visszanéztem. És akkor pont benne voltunk ugye a pandémiában, és pont erről volt szó, akkor is elmondtad, hogy hát igen, megkérdezték, hogy normális vagyok-e, de hogy tényleg ennyire belemenni, így egy ilyen dolgot átvenni, úgyhogy aztán tényleg nem lehetett zenélni, és úgy szervezzél, úgy gondolkodjál a jövőről, hogy azt se tudtuk, hogy mi lesz, azért az elég kemény lehetett. Katica, ti hogy értétek meg ezt az időszakot? Mert azt emlékszem, hogy a Tamás mondta, hogy hát ez nagyon rossz, meg borzasztó, hogy nem lehet zenélni, hogy mi zenészek vagyunk, és hogy nem tudunk egyszerűen kinek, hogy, hol, online kell csinálni, meg ilyesmi. Mi minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy egyrészt a kórus fennmaradjon, másrészt, hogy azért tudjunk énekelni, és tehát amikor azt mondták, hogy este 8-ig lehet lenni, akkor úgy tartottuk a kórus próbákat, hogy akkor este 8-ra mindenki hazaérjen. Amikor azt mondták, hogy 10 embernek lehet gyülekezni, egy helyen lenni, akkor úgy tartottuk a kórus próbákat, hogy felosztottuk a különböző termeket, ahol mi próbálunk, a közösségi házban, ott is van két terem, a templomban is van kettő, és akkor én, mint ilyen karnagyváltó, én így mentem körbe, kiadtam, hogy oké, 10 percig ezt tanuljátok, akkor megnéztem, hogy mit haladtak, akkor megdicsértem őket, vagy azt mondtam, hogy na, hát a másik meg már rég megtanulta az egészet, és akkor mentem tovább, akkor így próbáltunk. Amikor jó idő volt, akkor az udvaron próbáltunk, tehát, hogy mi mindent megragadtunk, hogy tudjunk haladni ebben a dologban, de hát nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, hál' Istennek nem volt lemorzsolódás nálunk. Hozzánk mindig szívesen jönnének énekelni, de hát ugye kamarakórus vagyunk, tehát a létszámunk az azért valamennyire adott, és én szeretném is ezt megtartani, ezt a létszámot, mert egy nagyon jól összeszokott csapat. És visszatérve még abban, hogy nem csak a zenészség köt minket össze a Tamással, hanem a színház. Tehát én 20 évig énekeltem a Vörösmarty Színház színpadán, és aztán, hogy nem tudom, tizenhány évig voltam ott karigazgató bizonyos darabokban. Egyébként pont elkerültük egymást, mert szerintem ugyan még én vissza szoktam járni, meg most is a János is hívott, hogy egy pár dolgot beszéljünk meg. De hát az egy nagyon izgalmas műfaj, és tényleg nagyon-nagyon, és az is egy szomorú helyzet lehetett, hogy azt is bezárták akkor. Tehát, hogy... És én egy kicsit azt látom, hogy egy év múlva jött ki az a bizonyos depresszió mindenkin, hogy most akkor lesz-e tovább, nem lesz, hogyan lehet tovább menni. És én nem csak az éneklésben ragadtam meg mindent, hanem mindenféle társadalmi munkában. Tehát karitász dolgokat csináltunk a kórussal, időseket segítettünk, csomagokat hordtunk ki, maszkokat vartunk, tehát mindenfélét, amit egy közösség tud csinálni, mert én úgy éreztem, hogy én nekem a mottom, hogy nem csak kórus, hogy közösség, és hogy együtt maradjunk, és együtt tudjunk csinálni dolgokat. Úgyhogy, hát megmondom őszintén, hogy nyilván megrázó volt ez a Covid, de minket szerintem nem érintett annyira, mint azokat a zenészeket, akiknek bizony egy helyen kellett volna ülniük 20-an, és húzni a vonót, és ezt nem tudták megcsinálni. Vagy a színészeknek, akiknek csak ott lehetett, és sehol máshol. Úgyhogy én örülök, mert nekünk is egy csomó jó dolgot hozott ez. Online kórus versenyt nyertünk meg, mit tudom én, ilyeneket csináltunk, ami ilyen izgalmas dolog. Amiket meghirdettek, azokon mindig igyekeztünk részt venni. És amikor már lehetett menni, koncertet adni, például Gyönyörű Bartók téren,
akkor az milyen érzés volt? Mert gondolom, ilyenkor az ember újra átértékel mindent. Most már biztos nyilván másképp mennek ezek a dolgok, mert már nem számolunk talán ezzel a bezártsággal, de akkor gondolom, hogy felértékelődött, és egy nagyon nagy dolog volt az, hogy kiállhattatok emberek elé. Persze, de érdekes. Most próbálom felidézni az érzeteimet, mert én mindig megyek előre, és nagyon azt látom, hogy ott elől mi van még, amit még meg kell csinálni. De hogyha így visszagondolok, akkor talán most, és csak a saját életemről, tehát most nem a zenekar, most ha én egyénként ezt hogy éltem meg, én nem biztos, hogy annyira azt láttam, hogy végre zenélhetünk, hanem ugye én akkor frissen lettem igazgató. Tehát, hogy nekem maga az egész feladatrendszer volt, tehát én azt láttam benne, hogy annak a koncertnek ott sikeresnek kell lennie. És akkor én ugye azzal el voltam foglalva, hogy ki fog konferálni, legyen színpad, azt a színpadot ki fogja megépíteni, ki fogja elbontani, mikor megy a teherautó, és a többi, és a többi. Tehát, hogy én azért nagyon el voltam foglalva ezekkel a háttér logisztikai dolgokkal, nyilván magával a szervezetnek a vezetésével együtt. Úgyhogy összességében én nagyon örültem a játéknak, de nekem meg kellett tanulnom ennek a más jellegét. De elmondom másik oldalról, hogy pont a legutóbbi koncertünk után kérdezte polgármester úr, hogy Dobszai Péter dirigált, és egy nagyon-nagyon szép Rachmaninov és Beethoven koncert után a színfalak mögött Péter így még észhez se tért, és hát így mentünk gratulálni, és kérdezte polgármester úr, hogy nincs-e köztünk rivalizálás, mint karmester, és hogy nekem nem furcsa-e, hogy én nekem ott kell ülni a nézőtéren, és hallgatom, és hogy nem zenélhetek. És mondtam, hogy hát rivalizálás biztos, hogy nincs, mert teljesen más területén dolgozunk a zenének. Hál' Istennek akkor ez a tenger, hogy sok hal elfér benne, és sok hajó tud rajta ugye úszni. De maga az érzés az első másfél-két évem ráment, hogy megtanuljam élvezni azt, hogy én ott ülök lent a nézőtéren, és ezt így elengedem útjára, és az már ott nem az én dolgom. Nekem ott más dolgom van. Az első egy-másfél év az borzasztó volt, mert megszoktam az életem folyamán, hogy tevékenyen részese voltam minden koncertemnek, a szervező munkától kezdve, hogy ki a vendégművész, a hangszerelésen át, hogy mit játszunk, a színpadépítésen keresztül mindenkivel megvolt az összes kapcsolatom, de a végén én ott voltam, és hullafáradtan azért vezényeltem, és örültem legalább egy kicsit a zenének. Most ugye igazgatóként ez más, tehát hogy ugyanúgy benne vagyok, ugyanúgy elfáradok a végére, de nem engem tapsolnak meg, hanem nyilván azt, aki ott van a színpadon. És ez így van jól, de ezt meg kellett tanulnom. És most már tudok örülni annak, hogy működik a dolog, és a színpadon vannak, és elfogadtam, és megtanultam azt, hogy milyen az, amikor én nem ülök a színpadon. De szóval válaszolva, nem elkanyarodtam, tehát válaszolva kifejezetten arra, hogy milyen volt az az első koncert, hát az nekem egy nagyon nagy nyomás és prés volt, hogy ennek jól kell sikerülnie. És nagyon fura volt, hogy leültem, tehát útjára engedtem Péter felment dirigálni, és én ott ültem az első sorba, és folyamatosan azon járt az anyám, hogy rendben van-e minden. És hogy az a lámpa ott miért nem úgy világít? Igen. Ez miért volt hangosabb ez a két szám, mint csinál a hangmérnök, de aztán minden így kisimult, és szerintem ezek ugye helyükre kerültek. Katica, nálatok hogy volt ez? Nálunk úgy volt az első koncert a bezárás után, amikor már lehetett koncertet tartani, hogy megmutattuk azt, hogy hiszen így tudtunk gyakorolni, hogy kvártettek, szextettek, nyolcasok, tíz ember egyszerre, hogy tud énekelni, és ők adták elő azokat a műveket, tehát kis formációkban léptünk fel, hiszen ők tudták begyakorolni. Nekik volt lehetőségük rá, és ez egy olyan nagy élmény volt, meg kell, hogy mondjam, hiszen a kórusból mindenki énekelt valami szólót. Tehát, hogyha nem is egyedül, akkor abban a szólamban mondjuk ketten voltak összesen.
És ez óriási kihívás. Hogyha ott énekel veled, kamarakórusról beszélünk, ha ott énekel veled 6 vagy 7 ember, az teljesen más, mint hogy ketten, vagy mondjuk egy valaki. Uh-huh. És itt mutatkozott meg számomra, hogy mennyi potenciál van ebben a kórusban, hiszen fel tudtam állítani 4 embert énekelni, meg 6-ot, meg 8-at. És ez a Covid nekünk többek között nem csak azt hozta, hogy társadalmi megmozdulásokban vettünk részt, és ahogy tudtunk, próbáltunk mindenáron. Persze meg elmentünk kirándulni, és akkor közben énekeltünk, meg ilyenek, amikor jó idő volt, hanem azt, hogy itt mindenki felvállalja azt, amilyen van, és mindenki tesz azért, hogyha neki egyedül kell valamit elénekelni, egy szólamot, akkor azt meg tudja csinálni. Óriási dolog volt. Előtte is éreztem, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de ez a lehetőség, ez most adódott, hogy akkor ezt most megmutassuk. Úgyhogy nekünk, én meg kell, hogy mondjam, hogy persze szomorú volt meg minden, hogy nem lehetett meg, fájdalmas a sok halál meg egyáltalán, tehát borzasztó volt, de a kórusnak magának egy fejlődést hozott. Uh-huh. Most így egyébként hallgatva titeket, ti oda jártok dolgozni, ahova mások kikapcsolódni. Ez mondjuk ránk is igaz tévésekre, mi mindig azt mondjuk, hogy de jó, hogy nézzük, hogy a színházi előadást nézik, meg a koncertet hallgatják, mi pedig így dolgozunk. Mondjuk egy kicsit azért az a része ránk igaz, hogy mi azért tudjuk élvezni, illetve hát nagyon is, csak hát közben dolgozunk is. Viszont ti hogyan kapcsolódtok ki egyébként? Hogyha nem éppen a saját kis koncerteteken vagytok. Vagy van ilyen? Mondjuk a saját kis koncertünkön nem kapcsolódunk ki, legalábbis én biztos nem. Tehát, hogy ott koncentrálni kell, hogy minden hang a helyén legyen. Szerintem ez így normális. Volt, hogy odajöttek hozzám, és megkérdeztek, hogy mi a baj? Izgulsz? Mondom, de hogy izgulok, koncentrálok. Tehát, hogy én most itt nem mentem el rötyögni a haverokkal, meg nyilvánvalóan nem ittam meg egy pohár sört, mert az teljesen ki van zárva munka közben. Ez nonsensnek tartom, hogyha valaki akár csak egy sört is megiszik munka közben, és bármilyen fura is a zenélés, az munka, és egy közösségi lét, ahol egymásra vagyunk utalva, ugyanúgy, mint egy gyárban, tehát, hogy ahogy a gyárban is gyakorlatilag életveszélyt okoz, ha valaki nem tartja be a szabályokat, az ugyanolyan életveszélyt tud okozni egy kórusba vagy egy zenekarba. Adott esetben mondjuk egy színházban, ahol nyíltan ugye hirdetjük is, hogy a színház az egy veszélyes üzem, tehát bármikor, bármilyen baleset történt, nem kell messzire menni, hát közelmúltban is volt néhány, nem Székesfehérváron, azért szóval hangsúlyozzuk ki. Kopogjuk. De hogy, szóval, hogy én olyankor koncentrálok, és az első pillanattól az utolsóig, és azt is szoktam mondani, hogy de kérdezik, hogy te izgulsz, és mondom, nem fél, ha én izgulok, akkor nagyon nagy baj van, akkor nektek végetek. Uh-huh. Tehát, hogy azért egy karmester nem izgulhat, azt gondolom. Nyilván egy egészséges izgalom van, és egy egészséges adrenalin szint az muszáj, hogy legyen, de az izgulás az szerintem az ki van zárva. Uh-huh. És ezt mondjuk én a színpadon tanultam meg. Tehát a főiskolán, egyetemen, vagy a középiskolában azért ezt nem lehet megtanulni. Uh-huh. Ott egy vizsga helyzetben ugye kirakják az embert fél évente egyszer vizsgázni, persze, hogy izgul. Uh-huh. Amikor majd a sok századik előadás van, akkor már az ember nem izgul, mert hát nincs rá idő, meg mód, meg lehetőség. Uh-huh. És a kérdésre válaszolom, hogy kapcsolsz ki? Szóval igen, ezt elmondtam, hogy miért nem kapcsolok ki, amikor zenélek. Igen. Nekem túl azon, hogy a zenét szeretem, de nyilván azt szoktam mondani, hogy nekem, ami a mondjuk, hogy 13-14 éves koromtól a szó szerinti kikapcsolódás volt, az a sport, és azon belül mondjuk a konditerem. Tehát én soha nem jártam csapatsportokra, meg ilyen, meg olyan irányított edzésre, azért amikor én voltam középiskolás, akkor lett nagy divat ez a, akkor mondták, hogy testépítés, meg bodybuilding, hát én nem gondoltam magam akkor se testépítőnek, ugye most is látszik, hogy jól elférek ezen a kis széken, de nagyon szerettem konditerembe járni, súlyokat emelni, különböző gyakorlatokat, rengeteget olvastam, néztem a többieket, beszélgettem edzőkkel, versenysportolókkal, hogy te hogy csinálod. Tehát ez megvolt ennek a légköre, és
tulajdonképpen mondhatnám, hogy a mai napig ez kikapcsolt. Tehát, hogy én bemegyek a konditerembe, akkor ott egyszer van egy snit. Tehát, hogy akkor ott nincs koncert, nyűg, baj, nincs feszültség, nincs idegesség, akkor ott az a súly van, amit ki kell ott nyomni, mert különben rajtad marad és kiröhögnek, tudod. De viccet félretéve, hogy az nagyon kikapcsolt. Azért mondom, hogy kikapcsolt, mert 3 évvel ezelőtt volt egy kulcscsontörésem, ami nem a konditeremben történt, ez fontos. Ez egy fáradásos, viszonylag ritka csonttörés. Elfáradt. Ez fogta magát, aztán eltört. És ugye pont a Covid volt, másfél évet kellett várni a műtétre, mert közölték, hogy ez ugye nem életveszélyes helyzet, tehát egész jól elműködök így is, túl azon, hogy fáj. És miután megműtöttek, akkor körülbelül másfél év volt, mire tényleg regenerálódott. Tehát magyarul az elmúlt 3 évben nekem ez kimaradt, és nagyon hiányzik is. Most az egy másik tényállás, hogy eddig volt mire fogni, hogy én azért nem tudok most sportolni, mert hát a vállam, ugye szegény vállam, és akkor lehet sajnálni. De hát ez már meggyógyult. Tehát ez most már idestova, azt mondhatom, hogy egy majdnem egy éve teljesen egészséges és terhelhető. Csak nem nagyon találom a helyét meg az idejét ennek a kikapcsolódásnak. Úgyhogy én este 8-9 körül azért inkább hazamegyek, és azt a másfél órát, ami vissza van a napból. Meg hogy a lányaiddal találkozhass. Akkor az arra való, hogy az ember találkozzon a családjával, persze, meg legalább két szót lehessen váltani. Úgyhogy most ez nagyon hiányzik. A sport, az a típusú sport, hogy bemegyek a terembe, és elrakom a ruhámat, kiveszem a táskát, felveszem a cipőt, tehát a rituálé is hiányzik egyébként, mert azért én ezt 15 éves koromtól csináltam, gyakorlatilag 45 éves koromig. Uh-huh. Azért az tétel. Igen. Hát ez is mégse lettem ilyen hegyomlást. De tartod a formád. Így van. Hát aranyos vagy, köszönöm. Katica, te hogy kapcsolsz ki? Nekem még ehhez nehezítésképpen hozzájön az, hogy mivel én egyházzenész vagyok, tehát én nekem minden hétvégén foglalt, minden ünnepem, minden húsvétom, ami másnak szabad, minden karácsonyom, minden egyéb más ünnep, mert sok világi és egyházi ünnep is összekapcsolódik, például az augusztus 20-a, de például a pünkösdök meg egyebek, és igazából én... Tehát a kórusban eltöltött időmet, fáradtságaimat, azt kipihenem a templomi orgonálással. Tehát, hogy igazából nekem nincs, én annyira szeretem az összes közeget, amiben én működök, a kórust, a templomot, akkor a bármilyen más koncertet, hogy igazából nekem az jelenti a kikapcsolódás, hogy másféle zenét csinálok, vagy más csinálok. Ugye mi a Karitászban is nagyon sokat tevékenykedünk, én vagyok a plébániai Karitász vezető, és nagyon sok családnak és idős nyugdíjasnak adunk csomagokat, beszélgetünk velük, szervezzük a nyári tábort, ilyeneket, és akkor én akkor utána átváltok egy másikra. Én mindig azt mondom, hogy én szerintem én túl sok energiát kaptam. Tehát, hogy mivel hogy a szakmám is a hobbim, és a munkám is a hobbim, én egyikről a másikra térek át. Na, de nyilván van olyan, hogy én nagyon elfáradok, akkor bekapcsolok egy Poirot. Vagy egy Miss Marple-t, vagy valamit, amit már láttam 60-szor. És csak a színészi játékot élvezem. Tehát akkor egyszerűen azt nézem, ülök a tévé előtt, és azt nézem, amikor már tényleg, tehát agyilag megteltem mindenféle dologgal, de mondom, mivel változatos ez, amit én csinálok, nem annyira egysíkú, ezért én ezt nagyon, nagyon, nagyon élvezem, és nagyon érdekes, hogy én például, furcsa, most a Gábor atya, aki a főnököm, majd biztos hallja, és akkor majd mondja, hogy na, akkor ezt most megjegyeztem. Én nem vágyom 2 hetes szabadságra. Tehát én nem vágyom arra, hogy most 2 hétig ne csináljam azt, amit eddig csináltam. Arra viszont vágyom, hogy a 4 unokámmal és a lendő 5-dikkel majd
hogy egyre több időt tudjak eltölteni. Mert azért nagyon kevés idő jut szegényekre, tehát sokkal, tehát jobb lenne, hogyha egy kicsit arra is több idő jutna, mert hát nagyon édesek, úgyhogy ez megint egy más, ez a nagymama. És akkor nálatok nincs is ez a tipikus ilyen családi vasárnapi ebéd például? De, amíg a gyerekek otthon voltak, addig volt, és rituálisan volt. Tehát megvolt minden, most a nagy ünnepekkor is megvan, csak most már a három gyerekünk, a három családtagjával, meg a gyerekekkel együtt valahol valakinél találkozunk. Tehát ezeket továbbra is tartjuk, de mivel ugye Jánossal ketten vagyunk otthon, hát ketten megcsináljuk, de igazából most már nincs. Viszont nagyon meg kellett ám tanulni, amikor a gyerekek kicsik voltak, hogy nálunk hogy lesz vasárnapi ebéd, miközben én a betlehemes próbát tartom benne a templomban, meg készítem fel a kórust a karácsonyi ünnepségre, és ezt nagyon, nagyon be kellett osztani az időt, azt ott nagyon takra emlékszem, hogy annyira szinte percre pontosan megterveztük, hogy mit, mikor csinálunk, és akkor ráadásul jön a Jézuska, akkor nem lehetem. Tehát azt megint másképp kellett elintézni, úgyhogy ezek ilyen izgalmas dolgok voltak, de hát János nekem nagyon, nagyon jó partnerem ebben, úgyhogy vele mindent meg lehet így oldani. Ti, akik ilyen nagyon rendezitek a koncertjeiteket, tényleg az utolsó gyufaszálig mindent nektek azért tudni kell, hogy hogyan van, hogy működik, merre van, és a többi. Hogyha mondjuk eljuttok egy-egy színházi vagy bármilyen más koncertre, előadásra, akkor ott mennyire figyelitek a részleteket? Vagy tudjátok ezt rendesen élvezni? Vagy észreveszitek, hogy na hát ott volt egy hiba? Észrevesszük. Igen? Persze, észrevesszük szerintem, de nem mindig ez számít. Tehát az számít, hogy én is próbálok mindig kikapcsolni, úgyhogy amikor én eljutok a zenekar koncertjeire, hát nyilván az ember más füllel meg szemmel nézi azt, hogy mint zenész, meg mondjuk, mint alkotótárs valamilyen formában, de nagyon drukkolok. Tehát nekem az az első, hogy fú, nagyon jó, sikerüljön nagyon jól. Mert az nekem is jó, nekik is jó, és a közönségnek is jó. Az, hogy egy-egy dolgot észreveszünk, szerintem nem jelentős. De én igyekszem úgy beülni, akár színházi előadásra is, ugye mivel színházban is voltam, tehát ott is észreveszi az ember, még ha prózai darab is van, hogy nem annyira, valami most nem annyira ment, tehát másképp látjuk, de én igyekszem nagyon drukkolni mindig, és amennyire lehet élvezni és kikapcsolni. Hát én a saját koncertjeinket, saját rendezvényeinket azt nagyon kritikus szemmel nézem mindig, tehát nyugodtan, de kritikusan, és igyekszem raktározni, hogy ezt legközelebb nem így kell csinálni. Legyen ez akár kicsi dolog, akár nagy, vagy akár várható hiba, vagy akár ott hirtelen generált hiba, mert mindegyik előfordul. De ez szerintem így természetes. Ami nehéz, hogyha elmegyek egy bármilyen másik koncertre vagy színházi előadásra, hát nem tudom ki, nem lehet kikapcsolni a szakmát. Tehát, hogy ebbe élünk, gyerekkorom óta ebbe élek, ebbe szocializálódtam, és az fontos, hogy nem hibát keresni megyek. Tehát, hogy elmegyek, meghallgatom, nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon kikapcsolódni megyek. Beszéljünk akár koncertről, akár színházi előadásról, akár egy moziról, bármiről. De nem tudom kikapcsolni a szakmai fülemet, meg a szakmai énemet, és nagyon kibír zökkenteni, kibír billenteni sajnos a kikapcsolódásból. Tehát, hogyha mondjuk becsúszik egy-két szarvas hiba, akkor az úgy nagyon tönkre tudja tenni az estémet. Mondok egy triviális példát, egyébként nem erre számítatok szerintem, de hogyha ugye lakodalmak, lagzik, vagy bálok, azért mégiscsak az úgy jó, akármennyire is divat most már a DJ, vagy most már az se egyébként, tehát annyira elment mellettünk a világ, hogy nem is tudom, hogy honnan letöltögetik a zenéket, azt nem megy magától minden. Szerintem ez borzasztó egyébként. De hogy azért mégiscsak az élő zenének a varázsa, az visz. És hogyha, és vannak nagyon kiváló báli zenekarok, vagy lakodalmas zenekarok, tényleg kiváló zenészekkel, tehát vannak borzasztó kutyaütők is. És hogyha
ugye az ember ki van szolgáltatva, tehát most meghívnak, hát nem tudod, hogy ki fogod zenélni, vagy addig jó sokszor, hogy nem tudod. És amikor oda megyek, és hát elkezdenek egy, azért van egy szint, van egy inger küszöb, amit nem tudok vele mit kezdeni, igen, mert van. És hogyha az alatt vannak, hát akkor én azt nem tudom, tehát nem tudom kikapcsolni a fülemet, és hogyha már konzekvensen másfél órája hamisan énekel valaki, akkor egy idő után azt mondom, hogy menjünk haza, mert ezt nem bírom tovább. De, és ugyanez mondjuk egy nagy zenekari koncerten is. Januárban volt King Singers koncert egyébként Budapesten, meg több városban is, de én a budapestit volt szerencsém meghallgatni, és nagyon nagy várakozással mentem, mert nagyon régen valamikor Pécset a Székesegyházban, vagy nem is, bocsánat, az egy másik együttes volt, a King Singers-t a Poteaulában hallottam még annak idején, és hát ez egy másik együttes volt, tehát eltelt közben 30-35 év, és kíváncsi voltam, hogy most mi van. És az első pillanatban, tehát bementem, és magát a légkört, nem tudtam nem figyelni, hogy engednek be, hogy szól hozzám a jegykezelő, hogy kísér a helyemre a hostess, kik ülnek körülöttem, hogy vonul be a zenekar, hogy szól a hangosítás, hogy jelennek meg a sztárok. És ezt mind-mind raktározom el tapasztalatként, és oda akarok kiukadni, az összbenyomás az egyébként 100%-os volt. Tehát, hogy úgy az első, volt egy-egy pillanat, amire azt mondtam, hogy hát ezt én nem így csináltam volna, de akkor így egy kicsit így megütögettem magam, hogy ne, kikapcsolódni jött, és hallgasd a világsztárokat. De aztán a végére eljutottam oda, hogy hát ez egy fantasztikus dolog volt, és az meg, amit én másképp csinálnék, majd ha lesz lehetőséged, akkor meg csinálhatod másképp, tehát hogy ez ennyi. Na, de ti megtehetitek egyébként, legalábbis, hogy valamilyen szinten csinálhatjátok, mi meg mondjuk ilyen kis mezei hallgatók. Jó, de ez nagyon jó különben, hogy megtehetjük szerintem, mert a hasonló alkatok vagyunk, így mindig megyünk előre, és hogy nem számít, hogy mennyi idő, meg mennyi munka, de annak meg kell lennie. És annyi minden jót lát az ember, amiből tanulhat, meg lát olyat is, amiből szintén tanulhat, hogy na ez soha. Uh-huh. Tehát így soha. Tehát az én koncertemen az úgy nem jelenhet meg. És hogy ezek mind beülnek ide, és ez olyan jó, hogy például most alapítottunk egy karnagyi klubot Fehérváron, és most már a negyedik alkalom volt, ez az országban most ezt megcsináltuk 6 helyen, és hogy ezek a karnagyok elmondhatják azt, hogy nekik mi tetszik, és mi nem tetszik, és hogy egyformán kezeli mindenki a másikat, egyházi, világi, ifjúsági, felnőtt énekkari, nem tudom hány kilométer is elutaztak ide Fehérvárra, hogy itt lehessenek, és például, hogy én nagyon szeretek úgy segíteni, vagy megosztani mással valamit, hogy mentorálni, vagy valami ötletet adni, ha valakinek nincsen, mert én úgy érzem, hogy ha nekem van, akkor nekem kötelességem elmondani, hogy ő mitől lehetne jobb. És ezeket a dolgokat biztos, hogy ez megmarad a fejünkbe, és ezt tovább gondoljuk. Uh-huh. És egyébként az ihletet, hogyha mondjuk most azt mondod, bármelyikőtök, hogy na, akkor most csinálunk egy ilyen koncertet, és ez most abban lesz máshogy, és most ebben ilyen művek, stb. Az honnan jön, hogy mit szeretnétek? Hogy mondjuk valami mást, mint az előzőek, nyilván mindegyik más, csak hogy honnan jön az ihlet? Vagy például, hogyha valami zenében gondolkodtok tényleg, ami újdonság, akkor az hogy, honnan? Nehéz ügy, vagy erre válaszolni szerintem. Valamilyen szinten, tehát ez a kreativitás része ugyanúgy megfoghatatlan. Tehát egy részét lehet definiálni és dobozba rakni, hogy mi az, ami tanulható és tanfolyamon elsajátítható, de van egy olyan része, ami nem behatárolható, mint a tehetség adott esetben a sportban, vagy egy hangszeren, vagy egy énekesnek a tehetsége, hogy van egy bizonyos tanulhatósági fok, és van egy, amit meg a Jóisten adott, és ez gerjesztő önmagát. Szóval nekem például nem úgy működik, hogy tehát van egy része, nyilván leülünk, megtervezzük a koncertet, hogy ez szeret, ekkor lesz, ezt lenne jó játszani, ilyen irányba lenne jó elvinni, de az, hogy jön egy új ötlet,
az igazából nehéz megmondani, hogy honnan jön az új ötlet. Nekem volt olyan főnököm, aki azt mondta, hogy figyelj, én rájöttem, hogy ez hogy van. Én azt úgy képzellek el, hogy te fölmész egy nagy hegy tetejére, leülsz, füstbe borulsz, és lejössz, és megvan a koncert. És mondtam, hogy nálam ez nem így működik. Szóval, hogy ez a kívülállók számára ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, úgyhogy azért mondom, hogy nagyon nehéz rá válaszolni, de egyik zene és egyik ötlet hozza a másikat. Tehát most legutóbb, amikor most a Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel játszottunk, ugye Péter dirigált, az előbb említettem ezt a Rachmaninov koncertet, ott például nekem jött új ötlet. Tehát, hogy amit most nem fog elárulni, mert akkor megcsinálja más, de meg nem is biztos, hogy ez jó és kivitelezhető, de ott ültem, és beugrott egy teljesen új dolog, amire eddig nem gondoltam magamtól. És ezt a zene és az adott szituáció hozta, hogy láttam, hogy a karmesterünk és a meghívott zongoraművész hogy dolgoznak együtt, és a zenekarral ez hogy lélegzik, és egyszerűen eszembe jutott egy másik koncert, hogy hú, ebből tudnánk egy olyat csinálni, hogy, és egy kicsit így megfűszerezni. Uh-huh. Úgyhogy engem nagyon inspirál a zene, és a saját koncertjeink is adnak további ötletet, meg másoknak a koncertje is. Tehát maga a zene hoz egy olyan érzetet, hogy hú, ebből én csinálnék egy ilyet, vagy szívesen megcsinálnám ezzel, vagy azt a számot XY-n énekelte, de milyen jó szólna vele például. Uh-huh. Nem tudom, nálam így van. Meg az, hogy nekünk nem áll le az agyunk, szerintem sose. Tehát, hogy én is ugyanez vagyok, hogy állandóan pörög. Nálam nagyon fontos az a fokozatosság, ami, hogy betartani, hogy nem összekeverni a műfajokat, nem előbb belekezdeni abban a nehézségi fokba, amit még nem tudunk, nem előre menni addig a mozgásig, amíg nem tudunk, hanem a fokozatosság, és figyelni a nagyokat, hogy mit csinálnak. És nyilván nem fogjuk azt megcsinálni, mert nem tudjuk, de azért tudunk abból válogatni. Egyébként, hogyha nem a saját zeneitekről van szó, akkor milyen zenét szerettek? Mit hallgattok? Én Hungáriát. Én versenytáncos voltam. És én nagyon szerettem táncolni, most is szeretek, csak most már nincs annyi lehetőségem. És én borzasztó. Tehát a vidám, jó zenéket én nagyon szeretem. Nyilván a retrókat, már koromból kifolyólag, de hogy én azt gondolom, hogy azokat a zenéket, amik megmozgatják az ember agyát, kezét, lábát, fantáziáját, és jó kedve lesz tőle, nekem ezek a zenék jönnek be. Uh-huh. Tamás? Nagyon széles a skála, hál' Istennek. Nekem zeneiskolában egy olyan trombita tanárom volt, aki elsősorban nem trombitásnak nevelt, hanem zenésznek. Én ezt láttam tőle, hogy nem specifikusan ezt, vagy azt, vagy azt tudjuk, hanem hogy zenészek vagyunk, és ebből kifolyólag nagyon-nagyon széles volt az, amerre nekem a figyelmemet irányította. Biztos, hogy az ő hatása, Barát Zoltánnak hívják a volt tanáromat. Biztos, hogy az ő hatására lettem én is ennyire nyitott a különböző zenék és különböző műfajok iránt. Tehát én egyetemista koromban, középiskolában nem szabadott, tehát középiskolában nagyon-nagyon szűk keretek között tartottak minket, hogy már pedig csak és kizárólag klasszikus zenét lehet tanulni, és ott pont. De aztán egyetemista koromban azért szabadabb lettem, és nagyobb szabadságot élveztem, és én játszottam. Tehát én Pécset rendszeresen játszottam a Pécsi Nemzeti Színházban, tehát engem már a középiskolai tanárom bevitt oda 16 éves korom, én 16 éves koromtól elkezdtem magamba szívni ezt a légkört. Játszottam a színház zenekarban, rendszeresen játszottam a Pécsi Szimfonikus Zenekarban, akkor még így hívták, most Pannon Filharmonikusok. De én benne voltam a kórus életben is, hiszen egyébként karvezetés szakra jártam az egyetemre. Játszottam jazz rockot, funkit, big band tag voltam, hosszú éveken keresztül fúvózenekarban játszottam, tehát ez nagyon széles volt, és maga a zenei érdeklődésem is olyan, hogy nagyon széles, tehát nagyon szívesen hallgatok a mai napig jazz rockot, vagy éppen
Hát mondjuk a Hobo Blues Bandnek majdnem az összes lemeze sorakozik otthon, mert nekem még volt lemezem. Vagy ez a, tehát a magyar rock vonalból én nagyon-nagyon sokat, tehát mondjuk rongyosan hallgattam az István a királyt például, és a mai napig akárhányszor megbírom hallgatni. De most például legutóbb, múlt héten akvárium tisztítás közben, remélem nem szentségtörés, én Mozart Requiemet hallgattam, mert ahhoz volt kedvem, és akkor a fülem ott volt, és közben szépen kitakarítottam. Tehát, hogy nagyon-nagyon, én azt szoktam, és tudom, hogy közhely, de hogy a jó zenét kell hallgatni. Tehát lehet az a jó zene, az rock, blues, vagy jazz rock, vagy funky, vagy éppen pop, vagy bármi. Nyilván a komoly zenét meg azt nem is mondom, mert annak megint annyira széles a spektrum, hogy na, arra egy külön műsort lehetne szánni. Hát egyébként annyit tudnék még veletek beszélgetni, hogy az is még egy műsort megérne, mert most már azt nézem ott az órán, hogy lassan vége lesz a műsoridőnknek, de még mindenképpen szeretnék egy olyan kérdést feltenni, hogy megmertek-e osztani egy olyan emlékezetes dolgot a koncertetekről, ami mondjuk, ugye itt említettétek az elején, hogy hát igen, van olyan, hogy észreveszem ott a kisebb hibát, nagyobb hibát, stb. Ami mondjuk lehet, hogy egy kicsit olyan megmosolyogtató, vagy vicces, vagy emlékezetes számotokra, hogy valami olyan történt esetleg koncerten. Vagy csak számodra, ami mondjuk belül olyan volt. Nálunk történt egy olyan dolog, hogy a Muzsikál az Erdőnél mindig részt veszünk, és mindig megyünk énekelni hozzájuk, és ott mindig ilyen vidám dalokat kell kinn a réten, vagy az erdő közepén, vagy valahol énekelni, és utánunk az Egri szimfonikusok következtek, akinek Szabó Sipos Máté a karnagya, vagyis a karmestere, és énekeltünk, a zenekar már ott sorakozott, mert ez egy ilyen szabadtéri kis kórus, vagy fellépés volt, és egyszer csak azt láttam, hogy valaki az erdőből, hátulról befelé sompolyog, és nem tudtam, hogy, és közben én vezényeltem. Nem lehetett eldönteni, hogy ember, állat, nem tudom én valami, és akkor miközben beintettem meg, hangot adtam meg, a következő művet elkezdtük, akkor kiderült, hogy az Egri szimfonikusoknak a karmestere, a Szabó Sipos Máté, ugye egy kiváló basszus, beállt a kórusunkba énekelni, onnan hátulról, az erdőből, és hát pukkadásig nevettük magunkat, miközben persze énekeltünk, de hát olyan izgalmas és érdekes volt ez, hogy egyszerűen alig bírtuk azt a művet befejezni, és akkor ő utána mondta, hogy elnézést kért, de hát tényleg a közönség ebből semmit nem vett észre, mert ugye csak mi láttuk, hogy onnan jön valaki, és én tényleg meg is ijedtem, hogy úristen, mi lesz itt, ki ez, vagy mi ez, egy nagy medve, ráadásul egy magas ember, és hát nagyon-nagyon érdekes volt, hogy örültünk, hogy befejeztük azt a művet. Ez érdekes lehet tényleg, hogy nem nevetitek el magatokat, hogy igen, mekkora önuralom kell ehhez. Igen. Tamás? Egyébként rengeteg van szerintem, gondolom neked is rengeteg. Rengeteg van. Hát azt gondolom, hogy egy azért azzal lehet falsúlyozni a műsorvezetőket, hogy mennyire tudnak érdekes kérdést feltenni. Mondjuk ezzel most megint megfogtál, mert nagyon-nagyon sok sztori van, ami közvetlen velem vagy a közvetlen környezetemben történt, de hát nem mindegyiket mesélném el feltétlenül szívesen. De az biztos, hogy mi is többször voltunk, úgyhogy az egy nagyon nehéz dolog, és mondjuk fúvós hangszernél kifejezetten kínos, amikor rád jön a röhögés. Igen. És nem csak rád, hanem mindenkire. Igen. És az egész zenekar így, igen, azt látod, hogy így rázkodik, és nem szól semmi. Hát én most nem tudom, talán két dolgot osztanék meg. Szabad kettőt elmondani? Persze. Gyorsan. A két életemből. Az egyik az a szimfonikus zenekar világában történt. Nem mondok helyet és időt, csak mert nem az az érdekes. De volt egy nagyon nehéz produkció, amiben rengeteg ember volt a színpadon. Tehát tényleg betöltöttünk egy hatalmas színpadot, egy óriási szimfonikus zenekar, egy rockkalappal kiegészítve, kórussal, szólistákkal és hangosítva volt. És volt egy különösen nehéz
feladat benne, karmesterileg és zenekarilag. Ugye két verzió volt, volt egy bizonyos felvétel, egy olyan alap, amire nekünk játszani kellett. De élőben játszott az egész zenekar egy másik anyagot, de technikai okok miatt, ebben most nem mennék bele, nem tudták betakjelezni, de be kellett játszani a felvételt is. És ezt nem nagyon vállalta volna be szerintem rajtam kívül sok ember, de én mondtam, hogy egy próbát megér. És egyet kértem, hogy lábam előtt legyen egy kontrollláda és az üvölcsön. Mert akkor nincs baj, bármi van, azért most már van annyi rutin, hogy megmozdítom azt a 100 embert, és megyünk. És meg is volt a főpróba, és jól is szólt, és minden működött. Tehát a zenekar, a kórus, a rock alap, mindenki óramű pontossággal jöttek velem, a felvétel működött. De hát ugye jó főpróba, előadás az. Elindult az előadás, és azt éreztem, hogy itt valami nem stimmel. Valami megváltozott, valami máshogy van. És egyre közelebb mentem a kontrollfalhoz, de hát mögöttem meg több ezer ember. Tehát csak mondjuk az tudni kell rólam, ezt a közvetlen kollégáim tudják, hogy olyankor nem nagyon zavar engem most már, hogyha ott vannak a nézők. Tehát ha nekem valami nem tetszik, akkor én azt jelzem, mert hát különben megbukik a produkció. Igen. És egyre közelebb mentem a hangfalhoz, és akkor mondom a kollégáknak, hogy ez nem szól. És akkor mondja, hát ez nem. és közben tudtam, tehát elindult az életveszély, mert ami a színpadon kívül szól, az el van csúszva. Tehát az nem. Na hát, és ott nagyon levert a víz, és valahogy túléltük az első néhány számot, szerintem a Jóisten meg az angyalai azt ott megoldották, meg nyilván a zenészek, meg én velem így közösen. De volt egy olyan szám, ahol volt egy másik bejátszás, ahol nem kellett a zenekar, én lementem a színpadról, és én nagyon birka, türelmű ember vagyok, tehát sokan nem értik, hogy hogyan, de hát én nem gurul el a gyógyszer, tehát én tudom a végletekig tartani magamat. De ott lementem, és többen azt mondták, hogy nagyon-nagyon csúnyán elkezdtem üvölteni, és hogy néhány nem ideillő szó is előkerült, amit most nem idéznék, és állítólag ott nagyon megfenyegettem sokakat veréssel, hogyha most ezt nem, azonnal nem oldják meg ezt a helyzetet, akkor itt nagyon csúnya balé lesz, és mindenkit nagyon meg fogok verni, és valamit csináljanak, mert így életveszély. Ez volt az egyik, ami ilyen emlékezetes. A másik meg az egy sokkal vidámabb tört. Persze így most vidám, de ott nekem az nem volt az. Van egy körülbelül 20, hát lassan 25 évvel ezelőtt volt, talán már szabad róla beszélni. A kaposvári katonazenekarral mentünk egy bolgár temetőbe, egy nagyon nagy évforduló volt, tele volt bolgár vendégekkel a temető, egy világháborús megemlékezés. És hát azért ez egy megemlékezés, az ember szépen a helyhez méltó módon, még katonásabban, még feszesebben, ha lehet, oda teszi magát. Ott volt az M1-től kezdve, tehát úgy kamerák tömkelege, és velünk szembe. És a bolgár katonai attasé szürke egyenruhában, ugye még az a régi tányérkalapos egyenruhában mondott egy, hát szerintem egy 10 percet beszélt körülbelül. És nagyon beleérte magát, és beszélt. Egyre jobban beleérte magát, és volt mellette egy tolmács fiú, hát egy szerintem 16 éves középiskolás lehetett, ahogy az a régi koltai filmekben ugye előfordul, hogy a bokája kilógott a nadrágból, fehér zokni, makkos cipő, de nem tud, tényleg ez volt. Ott állt ilyen feszengve kis szürke öltönyébe, vagy fekete öltönyébe, végighallgatta a 10 perces beszédet, és látszott, hogy az attasé most jól elmondta, és ugye hátra lépett egyet, és látszott, hogy most kicsit gondolkodik, hogy folytassa. Majd ezt lefordítják. Majd a srác odalépett a mikrofon elé, és annyit mondott, hogy nagy veszteségek voltak. És hátra lépett. Vége. Vége. És igen, és hát az attasé így ránézett a srác, hogy ennyi? De megmondom,
ennyi. És azt a döbbent arcot, és igen, ez velünk szembe történt, igen, és utána nekünk el kellett kezdeni zenélni. Igen. Hát nem sikerült, igen, nagyon. Igen. Hát hogy az történt, hogy na ott volt ez, hogy a karmester, ott nem én voltam a karmester, igen, ott beintett a karmester, és nem bírtunk játszani. Igen. Tehát hogy azért, persze idővel helyreáll, de ez tényleg, hogy mindenkiből kitört a rögést. Nagy veszteségek voltak, ez egy ilyen szállóig lett utána egyébként. De jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt felvidítottál minket a műsor végére. Bár egyébként is egy nagyon jó műsor volt szerintem, örülök, hogy itt voltatok és beszélgethettünk, és hát gyertek máskor is, biztos, hogy mindig fogunk találni aktualitást. Biztos, hogy nagyon sok mindenre készültök mostanában, úgyhogy most már miután kifutottunk az időből, és nem tudunk erről beszélni, a nézőkre bízom azt, hogy kövessék a híradásainkat, mert biztos vagyok benne, hogy hamarosan sok-sok helyszínen fogunk találkozni veletek. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a Nálatok Mizut látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.